A 2016-2017-es szezon veszőfutása után új edzővel, Opre Mihállyal és szinte teljesen kicserélt játékos kerettel vágott neki ősszel a bajnokságnak a Máté Szalkai MTK. A megfiatalított csapat nem hozta a várt eredményeket, így a téli szünetben a kieső zónában a 13. helyen állt a gárda. A tavaszi szezon előtt Marius Botas vette át a szakmai munka irányítását, a bajnoki hajrára pedig belelendült a Szalka. Végül a 11. helyen zárt a szatmári gárda úgy, hogy mindössze egy ponttal maradt el a 9. Tarpától. Megint csak viszontagságos bajnoki szezon tudhatunk magunk mögött, hiszen augusztus felkészülés után és a bajnoki szezon kezdet nem azt ígérte, hogy a kiesés ellen fogunk küzdeni a téli felkészülési időszakban, és a tavaszt már új edzővel kezdtük el természetesen. Ez a kis vérátömlesztés úgy gondolom a csapat számára is fontos volt. Játékosok tekintetében két játékos érkezett a tél folyamán, akik a rutinjukkal elősegítették azt, hogy talán nem csak a védekezésünk vált biztosabbá, hanem így most már a támadójátékunk kapcsán rugott gólok tekintetében is megmutatkozva győzelmeket tudtunk aratni, hiszen 9 győzelmet, 8 döntetlen és 13 vereség a mérlegünk, és ebből a 9 győzelemnek a nagy része az most az utolsó fordulók során jött be. A végül izgalommentes hajrát követően az Egyesület elnöke bízik abban, hogy a következő szezon már nyugodtabb lesz a vezetők és a szurkolók számára. Nagyon bízom abban, hogy ennek a társaságnak a nagy részét azért sikerült Máté Szalkán tartani, és talán még az ezévi fiatalok mérkőzés rutinja révén azért jó néhány fiatal ismét bekerülhet a felnőtt csapat keretébe, abba a 24-es keretbe, amit mondom, hogy kifejezetten 20, illetve 30 év alattiak 20 évesekből állt a bajnokság során. A szakosztály vezetésében is történtek változások, a technikai vezetőnk a bajnokság vége előtt 5 fordulóval lemondott, így aztán a szakosztályvezető vállára újabb teher nehezedett. Ezt is időközben így a bajnokság végére orvosolta, tehát most már a technikai személyzet is kibővült. Úgy gondolom, hogy az a technikai háttér, amit a város részéről, illetve a TAO feltöltések részéről szükségszerű, azt minden tekintetben mi megpróbáljuk kielégíteni. A csapatot a következő szezonban is Marius Botas irányítja majd. A felkészülés július első hetében kezdi el a Máté Szalkai MTK.